Az elmúlt egy évtizedben a Honi Női Röplabda meghatározó együttese volt az NRK Nyíregyháza, bajnoki címek, kupagyőzelmek, nemzetközi sikerek kísérték a csapat útját. A nyáron új időszámítás kezdődött a klub életében, bár sokáig az is kérdéses volt, hogy egyáltalán életben marad-e a sportág a megyeszékhelyen, végül az NB2-ben indul majd el az alaposan megfiatalított gárda. Az anyagi lehetőségek ennyit engedtek, igaz, hosszú távra még így sem tervezhetnek az NRK-nál. Úgy gondolom, hogy hosszú távú célról azért nem nagyon lehet beszélni. A rövid távú cél az, hogy fennmaradjon ez a társaság, fennmaradjon az NRK, és esetleg megpróbálni azt, hogy egy éves munka után visszakerülni NB1-be, és hogyha anyagi lehetőségek erre lehetőséget adnak, lehetőséget teremtenek, akkor megpróbálni játszani ott. Egyelőre őszintén mondom, annyi pénze van a klubnak, hogy a nevezési díj be van fizetve. Nagyon bízom benne, hogy a szeptember végi első bajnoki mérkőzés azért annyi pénz összeáll bizonyos szponzoroktól, magánszemélyektől esetleg, hogy a bajnoki mérkőzésekre el tudjunk utazni, és ne legyen gond a játékvezetőknek a kifizetése sem. Az elmúlt években a legjobb hazai csapatok ellen lépett pályára az NRK, az előttünk álló szezonban azonban új ellenfelekkel is meg kell majd ismerkedniük Erdőségnek. Ebben a csoportban 7 csapat van, rajtunk kívül a Tiszavasvári, Debrecen, Jászberény, Eger, egy budapesti csapat van, a Honvéd Zrínyese, és Szegedről van egy csapat, úgyhogy 7 csapat alkotja ezt a csoportot. Az NRK az edzését a Vasvári gimnáziumban és a Bújtosi csarnokban tartja, a hazai meccseknek pedig a Bújtosi ad majd otthont. A szeptember utolsó hétvégén esedékes debreceni bajnoki rajtig a tréningek mellett a Tiszavasvári ellen játszik felkészülési mérkőzéseket Balázs István együttese.